25. évfordulóját ünnepli a Cotton Club Singers. Ezt nem hiszem. Gyönyörű énekesnő itt van már, Kozma Orsi, Szűcs Gabi. Sziasztok. Jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt. És nem hiszem el. Volt kimondanom. Igen, de egyszerűen nem hiszem el a 25 évet, tényleg nem hiszem el. Hát 5 éves korunkba kezdtük. Ennyi. Milyen jól tartjuk magunkat. 10 éves. Hát mi se hiszük el nagyon. Nem? Hát úgy elszállt, hogy ugye ebből a 25 évből ez nem is végig működött a zenekar, igen. Tehát tulajdonképpen most sem mondhatjuk azt, hogy a Cotton Club Singers most is aktív és létezik, de 15-öt azt végig ment, és akkor azóta csak a nagyobb évfordulókat tartjuk számon. Rendben, de azokat megtartjátok, és igen. Olyannyira megtartjátok, hogy ennek mindig van egyrészt egy hangulata. Nekem nincs búcsú koncert élményem ezzel kapcsolatban, vagy érzésem ezzel kapcsolatban, hanem, ahogy mondod egyébként, nekem mindvégig úgy tűnt, mintha létező igen. zenekar, csak éppen elment pihenni pár évre. Igen. Tehát én ezt igen. így fogalmazom. És itt átalakult, de eltűnni igen. végén soha nem tűnt el. Igen, és ezzel mi is így vagyunk, tehát amikor például találkozunk, akár így egy reggeli interjú kapcsán, vagy tényleg készülünk egy újabb, nagyobb visszatérő, vagy egy megemlékező estre, akkor mindig ott folytatjuk, ahol annó 15, vagy nem tudom, 10 évvel ezelőtt abba hagytuk. Tehát, hogy bennünk is van egy ilyen folyamatosság, és annyira részei vagyunk egymás életének azóta is, hogy tulajdonképpen igen, 25, és közben meg, mintha ősidők óta ismernénk egymást. És... Egyébként, ha már mondod, hogy ennyi év után találkoztuk, akkor egyébként kell memorizálni, vagy újra átfutni, vagy másképp? Én mindenre emlékszem. Tényleg? Tehát, amikor összejövünk próbálni, az ugyanúgy a négy gangster, az összes szólam, az összes szöveg. Minden megvan. Annyira beleült az agyunkba, a zsigereinkbe, hogy szinte ez már minden... belül van. Hadd kérdezzek meg, mivel többfelé is énekeltek, minden más zenei produkció, minden más momentuma megvan, vagy ennyire összetartó csapat ez az egész? Hm? Amiben nagyon régóta benne vagyok, ott nekem megvan, de alapvetően ez az, amit 80 éves koromban is fogok mindent tudni. A saját produkcióimban is tudom, igen, amit elég sokszor csináltam. Eszel van az, hogy 60 év múlva. Meséltek a koncertről, tehát ez egy jubileumi koncert lesz, lett volna, halasztani kellett, ugye áprilisban lett volna. Igen. Igen. Mikorra tervezitek, hol lesz, mikor lesz, meséltek? Szeptember 6-ára tűztük ki az új, hát ez egy megint, én úgy fogalmaztam, hogy megpróbáljuk újra. Aztán majd meglátjuk, hogy történik. Az Erkel Színház most egyet nagyobb léptékbe gondolkodtunk, mert Vipába lett volna áprilisban, de oda 2 hét alatt elfogytuk a jegyek, egy kicsit igen. most nagyobb léptékbe gondolkodunk, és nagyszabású lesz a koncert is. Mit jelent a nagyszabású, te zenekarral? Mint... Veszprémi Mendelszohn. Kamarazenekar. Fúvosokkal is kiegészül a Cotton Club Band, és ugye nem csak Fehér Gábor, László Boldizsár, Gabi, meg jó magam, hanem még Zsédenyi Adrián is velünk. Mert hogy ezt tudni kell, igen, ezt tudni kell, hogy amióta újból összejövünk, azt mondtuk magunknak, hogy annyira két meghatározó alakja az Orsi és az Adrián, ugye pont felébe a zenekar pályafutásának, hogy igazából mi öten csináljuk, és mert öten teljesen szerves részei vagyunk. A televíziósok azt tudják, hogy ez még 4:3-as képfelbontás, ez azért van, mert a szélén hiányzik ez a rész, ebből tudjuk, hogy mikor készült, szerintem. De ha azt mondom, hogy Orsi ezt a tavaly előtti klippet nézi, milyen egyébként látni? Mert látom, hogy le se veszed a szemedet. Nagyon vicces, meg... Ki rendezte ezt a klippet? Ezt konkrétan Gárdos filmrendező igen, rendezte nekünk. Igen, és... Hú, és ha ránézek, de az összes többi, tehát hogy annyira kijön az, hogy mennyire, nem az, hogy idióták, de hogy tényleg, tehát én 7 évet kaptam ebből a 25 mínusz, nem tudom, 5 évből, és én ennyit életemben nem röhögtem, mint ezekkel az emberekkel, és annyira jó volt, nem csak szakmailag, de emberileg is ez az egész együtt töltött időszak. Ugye benne volt ugye az Abba Jazz projektünk is, meg a Sinatra, amiből azért a koncerten is elhangzik jó pár dal, de hogy annyit nevettünk, olyan jó bulik voltak, meg olyan jó közreműködő, tehát ilyen közös bulik, mondjuk a Presszerrel, vagy a Besodrommal is volt közös bulik, a Hard Jazz Band-del, vagy az EU csatlakozáskor mi képviseltük Magyarországot, tehát annyi élmény, hogy szinte így kapkodom a fejem, és ránézek tényleg, milyen fiatalok voltunk, és itt így folyamatosan vihogtunk, röhögtünk. Én nekem azt tűnt föl, hogy tavaly is adtunk két koncertet, tehát kisebbet, mint amire most számítani lehet, de nekem nagyon meglepő, hogy mennyire megváltozott a nézőknek a szeretet. Akkor egy folyamatos szeretetben éltünk, mert akkor voltunk mi a zenekar, tehát a karrierünknek a
a derekán is. Most, amikor újra-újra összejövünk, én azt vettem észre, hogy most van egy ilyen, szinte már ilyen retro. retro lesz. Nem. Azt akartam kérdezni, hogy milyen korú. Nem. Olyan, milyen korúak, a velünk egykor, tehát a mi közönségünk, akik velünk együtt idősödtek, de valahogy az, hogy elmúlt 10 év Cartoon Club Singers nélkül, most már kettőször fordult elő, Győrben és Budapesten egyszer, hogy meg se tudtunk szólalni, csak bejöttünk a nézőtérre, és ilyen álló ováció van. Tehát kiderül, hogy jelentett valamit a 90-es évektől a 2000-es évektől. Hogyne, és egyébként ha azt mondom, hogy tini fiúk és lányok elkezdték ezt a szakmát, most pedig ugye édesanyák, édesapák lennélnek. Férjek, gyermekek ott vannak ilyenkor most már a színpad mellett, elsősorban, hátsósorban valahogy? Igen, mondjuk én nem az az anyuka vagyok, aki elviszem minden egyes koncertre a gyerekeimet, mert valahogy én se tudok úgy koncentrálni, mert folyamatosan a gyerekek körül jár az agyam, de voltak már jó pár koncerten és Cartoon Club Singers koncerten is. Lejárt az időnk, de egy nagyon fontos dolgot nem mondtatok, még egy dátumot, és kitaláltatok valamit a koncertre, lesz egy jótékonyság is, ez nagyon fontos, mondjátok el, hogy mi ez? Igen, van egy lány, Anett, 11 éves lány, aki mozgásszervi megbetegedéssel küszködik, és egy nagyon speciális gépezetben kell őt mozgatni és tornáztatni, és azt találtuk ki, tegnap találkoztunk vele, fantasztikus körülmények között dolgozik, de elég drága ez a kezelés sorozat, és azt találtuk ki, hogy minden jegyből, illetve a helyszínen egyéni adományokból, felajánlásokból mi szeretnénk Anettnek a gyógyulását segíteni. Úgyhogy mikor lesz a koncert, hol? Szeptember 6-án az Erkel Színházban. Sok sikert nektek, öröm volt veletek beszélni. Köszönjük, hogy jöttetek. Köszönjük.